Fővárosi Skalpot szeretne begyűjteni az Aquitar FC Csekvajta Mercantilulak NB2-ben, és Idői Ádám operatőr kollégám nevében is köszöntöm önöket, Németh Zoltánt hallják. Sárga-kékben a házigazda csapat, vagyis az Aquitar FC Csekvár, tiszta fehérben pedig a feljutásért küzdő, feljutó helyek egyikére pályázó Vasasra, nehéz meccsvára csákváriakra. Biztos, hogy nem lesz könnyű összecsapás, de mindenképpen szeretnék begyűjteni a három bajnoki pontot természetesen, pláne azok után, hogy az elmúlt héten a listavezető Gyirmót otthonában döntetlen ért el a gárda, tehát mindenképpen meglepetés pontot szerzett. Szóval, tiszta fehérben a vendég Vasas, együttesen nézzük az összeállításukat, 21-essel Ermán Bence, aztán a mezőnyben 14-essel Preklet Csaba, 3-assal Tamás László, 6-ossal Grúz Tamás, 17-essel Görgényi Dávid, 13-ossal Ferenci István, miközben az első lövés nem is volt az rossz. Gyorsan veszélyeztetett a hazai csapat. 13-essel Ferenci István a vendégeknek, 15-ossal Gál Mátyás, 9-essel Berez Zsombor, 19-essel Lázok János, 10-essel Remili Mohamed és 16-ossal Nagy Dániel. Kispadon 33-ossal Németh Gábor, 21-essel Polényi Gábor, 5-ossal Hajdú Norbert, 27-essel Mennyhárt Attila, 8-essel Ádám Martin és 24-essel Nagy Tamás, a vezetőedző Szanyó Károly. A hazai csapatot illeti, vannak hiányzók, Gyirmóton két sárgalappal kiállították a Magyar Kupában a Békés Csaba ellen győztes gólszerző Molnár Tibort, úgyhogy ő nem játszhat ezen a meccsen, illetve Gyirmóti találkozón sérülés miatt elveszítette a csapat a nagy munkabírású középpályás Bakos Szabolcsot, úgyhogy ő sincs ott, viszont van egy nagy visszatérő, 11-essel Varga Zoltán, aki az előző lövést megeresztette. Ő egy viszonylag komolyabb sérülés után térhet vissza, mint az egyik hazai meccsen sérült meg, és bizony jó pár fordulót ki kellett hagynia ott a labdát vívő játékosnak, aki nagyot küzd ott a labdáért, és meg is menti azt. Ami tehát a csákváriakat illeti, 1-es a Szabó Balázs, 2-essel Ambrus Sándor, 3-assal Hajdú Sándor, 4-essel Dulló Martin, 5-össel Sötét Dávid, 6-ossal Kocsis Gábor, 7-essel Domján Attila, 8-assal Molnár Csaba, 9-essel Vajdos Zsolt, 10-essel Mihály Dávid, és 11-essel Varga Zoltán, a kispadom, 12-essel Ludvik László, 13-assal Szalem Rejden, 14-essel Vill Tamás, 15-össel Barcsai Márk, 16-ossal Nyilasi Bálint, 17-essel Horváth Roland, és 22-essel Hegedűs Ferenc, a vezetőedző Toldi Gábor, segítő Rafai Rudolf, sportigazgató pedig Bognár György. Bognár György egyébként a napokban ünnepelte születésnapját, úgyhogy mindenképpen szeretné a csapat egy jó eredménnyel köszönteni. Reméljük, össze is jön majd ez, és sikerül is. 3. perc, 0-0, Vasas szabadrúgás következik. Most jön a labda, laposan jön be, ki is fejelik a hazaiak. És ebből talán lehetne kontrázni, Vargát rángatják, most kell valahogy átfordítani a másik oldalra, csak nem tud megfordulni ott. Lázok kísérte vissza, és ő vigyázott rá, a labda pedig közben kikanyarodott. Hogy említettem, a Vasas egyértelműen a feljutásért küzd, és erre meg is van minden esélye, hogy kiharcolja a csapat. 12 fordulón van túl a Mercantil Bank NB2. A Vasas eddig 8 győzelemmel és 4 vereséggel, 25-14-es gólarányjal, a harmadik 24 ponttal. Sokáig listavezetés volt a csapat, azonban jött pár vereség, és emiatt csúszott vissza. Jelen pillanatban egyébként nagyon szorosott az élmezőny, nagy csata várható itt az ősz hajrájában a minél előkelőbb helyezésekért. A Gyirmót FC Győr 26 pontos, egy szép csel közben, ahogy visszatérünk a tabellára. Eddig tartott sajnos a hazai támadás. Szóval a Gyirmót FC Győr 26 ponttal áll a tabella élén, 25 ponttal második a Mezőkövesd, 24 pontja van a Vasasnak, a Békés Csabának és a Szolnoknak. Ez az 5 csapat lépett meg valamelyest, mert a 6. Szeged már 20 ponttal áll, 4 pontos hátránnyal az előtte állókkal. Jó a csel közben, és jól is jön be. Szép volt a fejes, mert gyönyörűen vette le Domján, és fordítja kifelé a labdát már, és indítaná el a hazai támadást. Mihály Dávid megkapja a szabadrúgást. Ilyen reklamálnak a fehérmezesek, nem jutottak sokra. Jelen pillanatban az Aquitar FC Csekvár egyébként kieső helyen áll.
12 forduló után 2 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség, 13 rúgva, 16 kapott gól, 10 pontja van a csapatnak. Az alsóházban úgy fest a helyzet, hogy 3 ponttal a Balmaz Kamilla gyógyfürdő a sereghajtó, 9 pontos a Siófok, a 15. 14. a Csákvár 10 ponttal, 13. a Cegléd 12 ponttal, és két csapatát 13 ponttal, viszonylag látótávolságon belül az Ajka és a Soroksár. Hát ez nagyon szoros itt az alsóház is, mert épp az Ajkával és a Balmaz Kamillával találkozik még itt a Vasas meccs után a hátralévő két bajnokin, a Rakétál FC Csákvár. Na, azok lesznek igazi kiki meccsek, azokon kell mindenképpen győzelmeket hozni és 6 pontot szerezni. Kint volt, dobhatnak a fehérmezesek. A mindenképpen egy nagyon kellemes és nagyon pozitív meglepetés a csákváriak szereplését illetően, az pedig nem más, mint a Magyar Kupa, ahol a csapat ott van a legjobb 8 között, ahol egyébként meglepően sok másodosztályi, alacsonyabb osztályú egész pontosan együttes kvalifikálta magát. Az NB1-es klubokat képviselő, mert közben egy indítás, és jön a kapus. No. Nagy mentés volt, egyelőre azért a hazaiak játszanak veszélyesebben, ez mindenféleképpen jó jel. Szóval az évben egy csapatok közül a videóton bejutott, a Magyar Kupában a legjobb 8 közé bejutott az Újpest is, amely Ajkán játszott egy egyes döntetlent, és büntetőkkel harcolta ki a továbbjutást. Tovább jutott az M4-esek közül még a PMSC Matthias, majd a DVST-t verte 1-0-ra, illetve tovább jutott még a Ferencváros, amely a Honvédot búcsúztatta 0-0 után büntetőkkel. Ezek az a 4 évvonalbeli klub van ott a Magyar Kupában, az alacsonyabb osztályokat pedig képviseli például a Kisvárda, amely 4-0-ra nyert a 16 között a Vác ellen. Aztán ott van még az a Szolnok, amely az MTK-t verte 2-1-re, ott van a Gyirmót, mert a Győri Etót verte 2-0-ra, és ott van az Akvitál FC Csákvár, amely az M2-es rangadban a Békés Csabát verte, itt van 2-1-re. A szépen lekészített labda, a lövés sem volt rossz, de annyira azért nem volt jó, hogy munkát adjon Szabó Balázsnak. Lázok szúrta rá, ez volt az első Vasas próbálkozása meccsen. Hazai szurkolók, megjött a hangja, és azért Fájú utcából is elég szép számmal jöttek, legalább 100 trukker itt van. Varga Zoltánt választják el a labdától, Lázok indul meg, és dobja ki oldalra a labdát. Jól jön be a labda, ez veszélyes lett, a hosszú oldalon van, érkező ember vezet a Vasas. Remili Mohamed a 8. percben megszerzi a vezetést a Vasasnak, szépen ment el a jobb oldalon a fővárosiak támadása, és az, hogy középen engedték a labdát, így lett jó Remilinek, aki nem cifrázta, ahogy jött, visszalőtte a hosszú sarokba, szép megoldás volt Remili Mohamedtől, és ez vezetést ér a Vasasnak jelen pillanatban. A 11. gólját lőtte Remili a bajnokságban, mindenképpen jó formában, gól erős formában futballozik a Vasas tízese. Na hát adott a feladat az Akvitál FC Csákvárnak. Sajnos a hazai helyzeteket vendéggól követte. És a 11. gólját szerző Remili megszerezte a vezetést. Az biztos, hogy szép találat volt. Sokan leálltak volna a cserre visszahúzni, jobban megnézni, szépen visszalőtte, hosszúra nem volt esélye Szabónak. Domján az első hazai szöglettel, Domján jól jön be, a hosszú oldalon, ezt még be lehet gyűjteni, sikerül is, csak éppen lepattan az egyik védőről, és ezzel próbálnának már is fordulni a fehérek. Lázok indul meg, most jönnek vissza a védők, Lázok telibe lövi Kocsis Gábort, ez pedig így most már a csákváriaké lesz. Azért nagyon sok van még hátra, tehát nem kell temetni a hazai pontszerzési reményeket. Az biztos, hogy nincs könnyű helyzetben most a Akvitál FC. De hát nem is lehetetlen küldetés, hiszen
emlékezhetünk, itt a Fejvár Televízió nézői is láthatták azt a Magyar Kupa 8-et döntőt, a Békés Csaba ellen, ott is a Békés Csaba vezetett a szünetben, aztán a végén mégis a hazaiak örülhettek, és ott is bizony az első fél időben inkább a vendégek játszottak fölében, ráadásul ez most meg eddig nincs is így. Ezt meg lehet menteni, meg is mentette Varga Zoltán. Hajdu tovább, Vargának vissza. Varga, jó a csel, Varga. Az már sok volt, ráadásul rossz ütemben lép oda, szabadrúgás kifelé. A játékvezető figyelmezteti Vargát. Nem szeretne több ilyet látni. És már mehet tovább, a meccs meggyógyult. Gál Mátyás, ő került a földre. Tamás vissza a szélre. Gajdos ment zavarni. És egy... Hopp, a szabálytalanság egyértelműen. Hajdu lépett oda, szabadrúgás. Gyorsan elvégzik a fejérek, most nem lövik be a kapu elé. Próbálják megjátszani és akciót vezetni. Berec. Berec veszíti el a labdát. Aztán viszont ugyanezt megteszi Molnár Csaba is, és ez így veszélyes lehet. Remili tolja ki, és kapja vissza. Remili 0-2. 11. perc, nagyon gyorsan büntet a Vasas. 11. perc, és van egy a második vendéggól, ismételten a golszerzőt tízesre. Elveszítette a labdát az Akvitál FC Csákvár, nevezetesen Molnár Csaba, és a Remili a második gólját is belövi nagyon gyorsan. Hát ez hideg zuhany a hazaiaknak. Szép volt a kényszerítő, Ferenci tette vissza a labdát. Ilyen hibákat nem szabad elkövetni, saját 16-os előtt labdát eladni. És ugye azért most abban a nehéz helyzetbe kerül az Akvitál FC Csákvár, hogyha szeretne jó eredményt elérni, akkor neki kellene úgymond presszionálni a Vasast. Ezért nem lehet arra építeni, hogy kontrázik a csapat, Gajdos próbál menni, hoppá, kapus kiejti, Gál. 0-2, hát nem gondoltam, hogy ez ilyen korán ilyen tekintélyes különbség alakul ki. Kocsis Gábor hagyja, hoppá. Molnár. Mihály Dávid lába fölött csúszik el, Görgényi. Megvonják Hermány Bencét is. Mint én 0-1-nél mondtam, hogy azért még nincs vesze semmi, még azt mondom, most sem, de hát ennél sokkal jobban kell játszani a folytatásban. Hát ez soha nem jó, hogyha egy csapat 2-0-as hátrányban van, de hát inkább legyen hátrányban a 13. percben. Tehát inkább legyen akkor 0-2, mint mondjuk a 78-ban. Itt az első fél időben sikerülne még egy szépítő gólt betalálni, és hát persze az alapkövet lenni, hogy ne kapjon már gólt az Akvitál FC. Szóval, ha sikerülne egy szépíteni, akkor még azt mondom, a második fél időben bármi lehetne, néhány került a földre, de nem fújja a játékvezetőről, még nem beszéltem egyébként, Olá Gábor. Vezeti a meccset, segítői, Cichelbach Péter, és illetve Pápai Zoltán és Iványi István, a tartalék játékvezetőben egy Cichelbach Péter. Nagy Dániel ott nagy küzdelemben a volt videótani játékos, Nagy Dániel, ő a tagja volt a Lidi bajnok csapatának 2011-ben. Jó volt a blokk, de még nincs labdaszerzés. Remélinek dobják ki a bal szélre, és kint volt már, mi lesz az ítélet, kirúgás. A 14. perc, a Vitál FC Csákvár Vasas 0-2 Remili villámgyors duplájával. És egyelőre most már egyértelműen dominál a Vasas, a két gól megfelelő bizalmat adott nekik.
még régen talált be, egyébként Remli Moed, aki bomba formában kezdte a szezont, hiszen az első fordulóban volt lőtt egy Irmut ellen, aztán a második körben a Siófoknak rögtön postázott hármat, a harmadik fordulóban betalált a Balmazújvárosnak egyszer, aztán a negyedik körben az Ajka ellen kétszer, az ötödik fordulóban a kaposvári csapatnak is lőtt egyet, majd a hatodik fordulóban kétszer volt eredményes a Békés Csabával szemben, így jött össze a hatodik forduló, ez a 10 gól, aztán a hatodik forduló óta nem lőtt gólt, hát egészen eddig a 13. körig, és megszakadt ez a góltalansági szériája, olyannyira megszakadt, hogy most már rögtön két gól is került a neve mellé ezen a meccsen, hát még várhatott volna egy fordulót. Ambrus figyeli le, Domján. Ez így a vasas védők, és sajnos nincs hazai helyzet egyelőre a két gól óta. Igaz, a másik oldalon sem volt igazán komoly lehetőség azóta. A hazai védelem egyébként most a alapvetően közép hátvéd Hajduki húzódott. Mi játszik gyakorlatilag inkább a bal szélen, és középen Sötét és Dulló. Egyébként a fiatal védőpárost megfogni Remiliéket. Egy jó lövés! Gajdos szúrta rá ballal 16. percben. De nem volt elég pontos. Marad a 0-2. Egyelőre nagyon érződik, hogy a középpályán nincs egy Bakos, aki azért a rutinjával komoly erőt képviselhetett. Hú, az de jó lett volna az a kiugratás, ha eljut Gajdoshoz, belenyúltak a végén. Szépen hozza ki a Vasas, ki sem megy a labda. Nagy Dániel. Nagy Dániel fordít itt. Ambrus csúsztatja ki. Görgényi. Tamás. Bevonják a kapust is, elég veszélyes passz volt. Gajdos próbált zavarni. Hát igen, most már a főváros nem sürgős. Nyugodtan játszogatnak, és jön is az utasítás a Csákvári kispadról, hogy jöjjön mindenki feljebb, hiszen így nem lesz labdaszerzés. Berec. Mél a labda. A pályátékvezető is labda. Az nagyon kemény becsúszás volt. Játékvezető testéről pattant úgy, hogy ott bizony be kellett lépnie ott keményen a darálóba Dullónak. Ambrus fordít át Varga felé. Az hosszú így. Nem lett volna csúnya elképzelés, de ott azért kevés volt ez a hely. Az, hogy felgyorsítson, az alapvetően gyors Varga, ilyen rövid távon nem tudta volna megverni a védőjét, ráadásul azért ezt bent tartani sem lehetett volna már. Hermány! Gyertek ki! Nagyon bár! Mint a két szakvezető közül eddig abszolút Szanyó Károly lehet elégedett a látottakkal, az nem rossz, csak hosszú. Itt a passznál, vagy az ívelésnél jobbnak tűnt. Sötét Dávid takarított. És végül csak néhány autóban tett kárt, mivel szabadítás. De ott se komoly ez. Görgényi végezte a bedobást, most már Ambrusnál a labda. Mihály Dávid kerül a földre, szabadrúgás kifelé. Na, ezért lehet lapot is, lehetett volna lapot is adni Tamásnak, szépen elkötyintette a labdát. Mint eddig kimondottan sportszerű a meccs. Dulló indulna el, megrángatják egy kicsit, aztán most megkapja a szabadrúgást már. Köszönöm, hogy a gyereket majd!
Az nem. Elképzelésnek sem volt túl jó oda be tenni a labdát, hogy így elszort szabadrugás volt, nagyon könnyen megszabadult a labdától a hazai csapat. Ferenci lökött, hát azért nem rutinos játékosok a Vasasnál, élvonalban is komoly nevet szerző játékosok, Grúz, Ferenci, Lázok, Remélő, Nagy Dániel, tehát ezek nagyon komoly kis keret jött össze a Vasasnál, kispadon ugye ott van Hajdu Norbert is, aki szintén a rutint képviseli, Kocsis lépett ki, kemény belépő, Berec, a második belépője volt, labgyanús sztori. 8. és a 11. percben is Remélő Mohamed volt eredményes, és viszonylag gyorsan ennyibe került a Vasasi Csákváron, és vezet is 2-0-ra. Vajdos próbálná oda kapu elé fejelni, vagy lefejelni Domjánnak, valószínűleg inkább lepróbálta fejelni, de a csúsztatás végül kapura ment. Az jó labdaszerzés, Kocsis lépett ki, nincs kit indítani. Nem Gajdosnak felé szánta a Kocsis, de beleléptek, és így lett. Jó, az jól jön be! Mihály! Nem tudja ott visszatenni. Molnár Csaba megy el. Molnár! Most jön a beadás, van érkező ember, de kifejelik a védők. 21. perc. Hajdu már. Vargától kapja vissza, Hajdu próbálnak meg felgyorsítani. Majd Dániel üldözte, és végül sikerült is szerelni. Berec. Lassan lövő helyzet, el is lövi Berec mellé. Szép volt. 22. perc, vendéghelyzet. Lassan eltelik a fél idő fele. Ebből adódóan nem kell nagy matematikai zseninek lenni, hogy kiszámoljuk, hogy a meccs negyede. És hát addig nem nagyon tetszik, amit látunk. Ferenci. Jó csapat a Vasas, de azért nem ennyivel jobb, hogy itt már 20. perc után vezessen. Egy picit bátortalannak érzem a támadó játékot, és nem ez mindig agresszívnak a hazai csapatot, amely felelőtt a középpálya közepén rengeteg labdát veszít, és ezekből tud helyzetbe kerülni a Vasas. Nem olyan előfejelt el Gála, majd Dániel próbálna befordulni, végül Hajdu állja útját. Dulló. Sokkal kedvezőbb helyzetből indul Grúz, és teszi haza. Hermány. Ajjajjajjaj, ez veszélyes lesz. Sikerül megmenteni, sőt, még egy pontos passz is lesz belőle. Mihály Dávid. Mihály Dávid, nem értették meg egymást most Domjánnal. És megint csak terület Remélő előtt, Remélő. Belenyúlnak a paszba. Ambrus. Mihály. Mihály fordulna le. Nem fújja a játékvezető. És Gajdos volt szabálytalan. Nehezen jön vissza a labda. Gajdos. Szabadrugás. Érzésem szerint a labdát találta egyébként a Vasas játékosa, és most már a második labda eldobásért illendő lenne
kiosztani az első lapot, mert egy állandó jelenség ne legyen belőle. Ambrus kicsit hosszan tolta meg, de keményen odalép, és dobja ki Mihály felé. Nem tudom, Mihály miért nem indult meg, miért állt le. Varga Zoltán Domjánt kereste a labdával, elakadt a védőkben. Görgényi, Remili. Na, sikerül labdát szerezni. Jónár Csaba. És róla megy ki. Elő is a pozícióból jött Tamás. Kocsis. Nem a legjobb megoldás volt, aztán sikerült tisztázni Lázok elől. Györgény, Remili. Remili, a túloldalon van szabad érkező ember. Preklet. Az a kapu zsákmánya. 26. perc 0-2. Vezet a Vasas Csákváron a Remili duplájával. Gajdos küzd nagyot két védővel. Mert a túlerő meg egy kis kézi munka, szerintem. Hajdú, na most kinek? Egyébként Molnár Csaba lett a kiválasztott. Az jó labda, az jó labda! El kell lőni, pedig a kapus. Pedig ez mekkora helyzet volt, Varga. 27. perc, na végre valami hazai oldalon. Ezért még itt jobban is meg lehetett oldani, hogyha pontosabb, illetve jobb a labda átvétel. Kocsis. Ki a szélre, Ambrus. Ambrus beleérnek, de még így is megszerzi Varga. Ambrus megint. És most elveszíti. Ott van még, jó. Molnár Csaba jó, okosan hozza ki a tömegből, és dobja ki a szélre, Gajdos. Gajdos telibe lövi az eltálló Preklet hátát, szöglet. Kis szöglet lesz. Domján. Domján lövi be, és kifegyelik a védők. Nincs les, Domján. Mint egy ilyen jobb adás kellene, mint az előbb. Ó, de szélcse, Domján! Domján belövi! Ú, mi maradott ki! Ha jól látom, akkor Sötét Dávid volt az, aki ott gólt szerezhetett volna. Kézen megsérül Preklet. Sőt, nem is Preklet az elnézést, hanem Nagy Dániel. Ápolják nagyot, úgyhogy jöhet egy szöglet közben. Domján ezúttal nincs kis szöglet, hanem belövi a kapus, kiejti a kezéből, csak ott pont nincs senki. És vigyázni kell hátul, mert Remili megindult. Hajdú fejelte vissza, azt nem lehet bent tartani. Egy szabadrúgás lesz, és egy lap Görgényinek, az első sárga a meccsen. Mm.
Nélkülünk 30. percében sárgalkos különösszetős kapott a Vasas csapatából Györgyényi. Györgyényi Dávidé az első sárgalap, tehát a meccsem. NIS 343 fehér passzát. NIS 343 fehér passzát. Túl vagyunk az első fél órán. Mihály Dávid szabadrúgása következik. Óriási tömörülés ott középen, össze is akaszkodik Dulló Martin az egyik védővel. Na, talán sikerül rendet tenni a játékvezetőnek. Mihály rövid sarok felé csavarja, nem volt az rossz, egy picit maradt le róla Gajdos. Keményen oda pakott Dulló, oda lépett Dulló, és pöckölte a labdát. A széles helyről Berec, a túloldalon vigyázni kell, mert két Vasas játékos van, egy csákvári védőre, de aztán megteszik azt a szívességet a vendégek, egész pontosan Gál Mátyás, hogy kipasszolja oldalra a labdát. Nagyon nagy kár azért a korai rövid zárlatért, ami ott 3 perc alatt 2 gólt hozott. Nagyon nehéz helyzetben az Akvitál FC. Pláne, hogyha végigviszik ezt a támadást, Gál. Ojjajajaj, Ambrus elcsúszik, a lövés pedig fölé. Remili lőtt fölé. Szabó kirúgása. Pont jó lesz, hogy be tudott fejelni Varga. Mihály Dávid birkózott nagyot. Általában vele szemben szabálytalankodnak a Vasas játékosok. Nagyon nehezen tudják megtartani szabályos keretek között. Próbál irányítani a játékot, szervezni Mihály. Őrülte egyébként az egy pontot érő volt Gyirmót otthonában. Hát most egy nem is lenne elég. Domján. Domján, azért picit lapos. Már a jelöltelenetet látni, hogy ezt ki fogják fejelni a védők. Ambrus. Ambrus óriási lendülettel. Egy védő mellett elpasszolja, de hát aztán a túlerő. Mert nem tud mit kezdeni. És jól is hozzák ki a fehérmezesek. És a másik oldalon Nagy Dániel mehet teljesen egyedül. Nagy jól is veszi át. Nagy Dániel lövő helyzetben kirúgja. Nagyon csúnyan előtte fölé Nagy Dániel. Lázok néz, hogy nem indult senki, nem mindenki visszafele kocogott. Ezt nem is nagyon tudtak volna elérni. Nincs kint. Hoppá, összefut két Vasas játékos, és Lázakról megy ki. Hoppá! Három ember mellett ment a labda, amire az Tamás megszelidítette. Kocsis. Nem, hát a Hajdú, azt kiengedi nem lehet, és így kivágja inkább oldalra. Nagy Dániel a dobás, saját, hogy alacsony termetű játékos, neki úgymond nagy hasznát nem veszik ott középen fejeseknél. Úgyhogy ilyenkor az ő feladata a bedobás. Az nem volt jó. Hajdú.
Mihály Dávid lábáról pattan le a labda, és végül Nagy Dániel szelídíti meg. 35. perc, továbbra is 0-2, Zakvitál FC Csákvár Vasas meccs, nagyon korán már a 11. percben kialakult ez az eredmény Reméli duplájával. A 8. perc hozta az elsőt. No, hát senki nem tud felszabadítani, nem, Nagy Dániel. Nagy indul el és lövi el mellé. Hajdú. Ilyenbe futott Mihály, nem volt esélye, hogy elérje. Szűk 10 perc, amíg az első fél időből vissza Görgényi. Tamás. Ugye említettem, a Vasas nagyon jól kezdett, aztán jött néhány váratlan vereség, a legutóbb Cegléden kikaptak 2-0-ra, legutóbb útját, vagy a legutóbb idegenbeli meccsükön kikaptak 2-0-ra. Tehát ez nem egy verhetetlen csapatról van szó, csak hát éppen most remekül kezdtek, sokkal jobban, mint a hazaiak. A legutóbbi körrel egyébként nyert otthon a Vasas, az a Zalaegerszeg volt a szenvedő, 2-0-ra nyertek akkor a fővárosiak a legutóbbi fordulóban, Ferenci volt az, aki akkor duplázni tudott. Na hát most mindezt remélítette meg eddig. A csákvári csapat mind a két győzelmét hazai pályán aratta, az elsőt még a második körben a Békés Csabáron, az 4-0 lett, majd ezt követően szintén hazai környezetben a Soroksár ellen tudott nyerni 2-0-ra a csapat. A legutóbbi 6 meccsén nem tudott nyerni. A vereség Cegléden, aztán egy döntetlen itt van az Zalaegerszeg ellen, egy döntetlen Siófokon, 2-0-as vereség Sopronban, 3-0-as vereség itt van a Mezőkövestől, majd 1-1 és döntetlen a Gyirmót vendégeként. Tehát a legutóbbi 6 meccsen 3 döntetlen és 3 vereség, sajnos a győzelmek hiányoznak, de hát mondom, majd igazából nyerni az utolsó 2 meccsen kell, a következő 2 fordulóban, ahol egyrészt a 11. Ajka, másrészt a 16. Balmazújváros lesz az ellenfél. Azok lesznek az igazán fontos meccsek a csákváriaknak. Lázok a labda mögött, 38. perc, elég messze a kaputól. Lázok, laposan lövi be, kijön egy lábról. Viszont nem, megint csak nem sikerül felszabadítani, megint csak dajkálják a labdát a hazai védők, és megszerzi Remili a 3. gólját a meccsen a 38. percben. Hát ez eldőlt. Szabadrugás után nem tudtak felszabadítani a hazaiak. Elveszítette a labdát az Akvitál FC Csákvár. A jobb oldalról jól beadás jött, Remélő pedig berobbant és védhetetlenül fejelt a kapuba. 0-3. Hát az egy igazó javaslás, hogy nem véletlenül tartják abszolút esélyesnek a feljutásra. Az NB2-ben még akkor is, hogyha akarnak gyengébb meccsei a csapatnak. És egy klasszikus mester, 3-as, 38 perc alatt remélni Mohamed. Gyakorlatilag el is dönti a meccset, mert ez a 0-3 után az már csodaszámba menne, ha sikerülne egy pontot szerezni a hazai csapatnak. A szépítés, a becsületgól, vagy akár a becsületgólok megszerzése. Benne lehet a meccsben, de pontszerzés az nagyon-nagyon-nagyon nagy csoda lenne itt már. Domján fordulna meg, a játékvezető azonban nem fúj, nem lehet ott szabálytalanságot. 6 perc az első fél időben hátra levő idő.
Az egyértelmű szabálytalanság. Ferenci lökte fel hátulról a Kocsist. Varga. Túlságosan bent rejött a passz. Hajdunak nem jó, azt nem lehet bent tartani. Hú, egy elég artikulátlan örömhang, aha, hajrá, vasas lesz belőle. Erre nem mertem volna megesküdni, hogy ez lesz a vége, amikor elkezdődött ez a gurgulázás, mint most a vikingekről szóló filmben láttam ilyet, de akkor éppen átvágta egy viking a másik torkát, akkor jött ilyen hang. De ez most nem az volt. Gajdos! No, az kiről ment ki, szövegetet mutat a partjelző. Szépítsünk! Kíváncsian várom majd, most úgy látom az első fél időben már nem kerül rá sor, de éppen a szünetben cserél le a hazai csapat. Magnál György és Tordi Gábor ezért okot láthatna a változtatásra, csak hát ugye jelentettem vannak sérültek, van eltiltott, tehát nem biztos, hogy sikerül olyan minőségi cserét behozni, aki most itt előrelépést tudna jelenteni. Majd vasárnap este sorsolnak a Magyar Kupában, tehát akkor meg tudja a Csákvár, hogy kivel kell megküzdenie. Az így a kapusért. Hajdu fejeli ki. Domján. Szabadrúgás. Kocsis pörgeti ki, Domján. Azt nem lehetett bent tartani, bedobás lesz. Szeretett volna dobni Nagy Dániel, de nem az ővé a lehetőség, hanem a hazaiaké, Hajdu. Könnyedén megelőzik most Gajdost. És betalált a Békés Csaba ellen Magyar Kupa siker alkalmával, ő egyenlített. Remili. A meccs hőse eddig egyértelműen. Hátára kapaszkodott fel, Reklet. Ugye a harmadik perc, 0-3. Remili triplájával vezet az első fél idő végén a Vasas, ugye nagyon magabiztosan, egyre inkább kitehagyott a Kutál FC-vel szemben. Három támadó, öt védő, most sikerült blokkolni, viszont a második hullámban már is jön Nagy Dániel. Lázok középre, kipasszolja onnan Dulló. Mince Sötét Dávid volt az elnézést, aki tisztázott. Miért a vasos szöglete? A csúsztatás! Húha! Szép fejes volt, és szép mentés még inkább. Gál volt az, aki apura fejelte. Gyors egymás után van a második, Lázak szöglet jön be. Ott a fejes, és nem sikerül kapura húzni. Jelentkező volt rá, jó, láttam, Grúz próbálta meg azt kapu felé irányítani. Majd Dániel veszi mellere. Görgényi. Ambrus szerelt. Nincs ezek a felívelések, ezek sokat nem jelentenek. Mihály Dávid küzdött.
Molnár Csaba akad fönn. Szabadrúgás lesz. Már az első fél idő utolsó percében járunk, hamarosan megtudjuk, mennyi hosszabbítás lesz. Dulló eladja. Mire kimondom a nevét, már nincs a Csákvárjaknál a labda. Ferenci lépett vissza jól és tartotta meg, szépen nem tudták megállítani szabálytalanul sem. Nagyon komoly érdemei voltak az első két remili gólban Ferencinek. Domján csúszik el közben. Berec, nagyon-nagyon nem kellene. Nagy Dániel egy szép csellel el tud menni Hajdú mellett. Nagy Dániel adja be. Én mindig ott a labda, és 11-es befújják. A 45. percben Remili kerül a földre, aki a három gólja mellett összehoz egy 11-est is. Na most nem tudta kifejelni, ez pedig így büntető. Hát ennek nagyon csúnya lehet a vége, nem bánom, hogy véget fog érni az első fél idő. Itt most nagyon-nagyon komolyan rendet kell tenni a fejekben hazai oldalon. Akár gól lesz ez, akár nem. Ferenci rúgja, de jó esély van rá, hogy gól lesz, hiszen ő egy jó rúgó technikájú labdarúgó. Na nézzük a büntetőt. Be is lövi Ferenci. 0-4. És ez az első fél idő vége, hál' Istennek teszem hozzá, hogy vége. 4-0-ra vezet a Vasas üzenetben az Akvitál FC ellen. Hát nem így volt tervezve ez a meccs, reméljük a második fél idő a jobb folytatás jön. Jön a második fél idő hamarosan, de ha jól látom, előtte még lesz csere hazai oldalon, méghozzá nem is egy, hanem rögtön kettő. Szerintben cserélt a Csákvár. 8-as számmal Molnár Csaba és 11-es számmal Varga Zoltán jött le. Hát Varga Zoltán és Molnár Csaba ment le, és Imrik László érkezik, illetve érkezik, ha jól látom, Barcsai Márk. Molnár Csaba volt, tehát az egyik, aki lement, illetve Varga Zoltán sérülésével visszatérő Varga Zoltán ment le, és akkor Barcsai Márk és Imrik László a folytatásban a helyén. Serjetek a vendégek is. Nagy Dániel jött le, közben egy, már is egy helyzet, de rosszabb visszatett labda, viszont ott marad, el kell lőni Imrik! Úha! Az igen. De kár, hogy nem akad be, de jó lett volna így kezdeni a második fél időt, hogy rögtön egy csákvári gólt látunk. 25 másodperc telt el a második játék részből, Imrik rögtön gólhelyzetbe került. Szóval lement Nagy Dániel, akinek ott az ágyék sérülése megmaradt, és a születben végül lehozták. Nagyon súlyosabb, és a helyére 27-esen Mennyhár Attila jött be, őt előzte meg most fejjel éppen Hajdú. Dulló. Ambrus 0-4, hát sajnos ez a meccs egyértelműen eldőlt. Fogjuk fel úgy, hogy túl van a csapat a szezon legrosszabb fél idején, most már ennél remélhetőleg jobb jön, és mennyivel jobb is lett volna, hogyha ott mindjárt az első percben betalál, és ezek egy pályán lépő Imrik. Még egy csere lehetősége lesz majd a hazai csapatnak. Rejdan, Wild, Nyilasi, Horváth és Hegedűs ül még a kis padon. Na nézzük, Gajdos. Sokkal határozottabbnak kellett volna lenni. Grúz azért rutinosabb játékos annál, hogy ilyenre elmenjen, elmozduljon. Dulló emeli fel. Mennyhárt fejeli el, és dobhat a hazai csapat. Gajdos. Picit hosszú a bedobás, elpasszolja előle Grúz. Jó
Hiába kerül a földre, Barcsai mehet tovább. Barcsai, Molnár, Tibor, mind a ketten. A Puskás Akadémia kölcsönjátékosai itt a csapatnál. Szép csel közben. Kettékén kívül Gajdos is egyébként kölcsönben szerepelt a Puskás Akadémiától. Hajdú akad fönn. Preklet szerezte meg. Gál mellette. De középre Ferenci felé. És szépen tisztázott. Veszélyes helyzetben sötét. Hajdos Mihály, illetve Barcsai is kocog hátra. Lázok kényelmes honda sétál a szöglet zászló, csak a labdát nem vitt magával, ez egy elengedhetetlen része egy szögletnek. Lázok szöglete. Sötét tette bele a lábát, Barcsai nem tud lefordulni, belépett elé Mennyhárt. A labda pedig hátra kerül. A legutolsó ember ezek jelen pillanatban Görgényi volt. Kermány előre. Hajdúnak sem igazán megy ma, ez is jó megmozdulása van. Itt a védő munkája az összességében jó, meg nyer pár harcokat, de azok labdái nem pontosak. Mihály került a földre, a Vasas pedig el is végzi gyorsan a szabadrúgást. Úgy, de szép csel, Remili! Kellett a segítség Dullótól. Lassan el lehet végezni a dobást. Remekül asszisztáltak a hazai védők ahhoz, hogy összeszedje Görgényi. Ez nem is Görgényi, Mennyhárt. Egy jó váltás, a csel azonban nem jön be. Barcsai tisztáz. Rajdos. Rajdos hátára másznak föl, gyorsan elvégzi a szabadrúgást a hazai csapat. Domjant rángatja meg Berec. Szabadrúgás. Hajdú. Mindig tök kapja vissza Hajdú. Sötét. Sötét dobja ki a szélre, Ambrus indul. Ambrus, belépnek a paszba, szöglet. Remélőről ment ki. Sarokrúgás. Most jön be a szöglet, Mihály Dávid tette be, ott egy fejes fölé száll, szerintem hozzáért valaki, nem? Nem, ezek szerint nem. Kirúgás. Rajd is próbál letámadni. Többiek is, jól adja meg, és jól hozza ki a Vasas. Berec nem jó a labda átvétel, és elveszíti a labdát, aztán visszaszerzi. Megint várni és gondolkodni akart ott középen Dulló, ezt nem lehet itt megcsinálni. Hajdú. Hajdú emeli ki. Imrik ki a szélre, megfutatja egy kicsit Gajdos, de ezt nem lehet elérni. Preklet. Sötét. Nagyon Gajdos az, aki várná a labdát, de egyik fehérmezesről megy ki, bedobás lesz. Barcsai. Hoppá! Mihály Dávid csúszik el. Ezek
kis kézi munkával, de megtartja. És már három veszik körül, aztán le is darálják. Szabadrúgás lesz. Jó szögből, jó pozícióból. Én most már azért szurkolok, hogy majd kis hitet visszaadó becsület gól összejöjjön a hazai csapatnak. Imrik a labda mögött. Három tagú a sorfal. Na, remekbe szabad szabadrúgás gólt rendelünk innen. Imrik! Nem volt rossz. Remili, most kell nagyon vigyázni a kontránál a szabadrúgás után. Andrus tisztán. Barcsai. Mihály Dávidot kereste, de pontatlan volt, rövid volt a labda. Berec. Lázok. Nagyon kényelmes ütemben tette a labdát. Ez egyértelmű volt, hogy nem jut el a címzethez. Ferenc is egyébként most már 10 gólos a bajnokságban, tehát a Remili Ferenci csatárdó 23 gólt lőtt eddig, most már 13 forduló alatt a Vasasnál, ami kimondottan szép termés. Bármely csapat elfogadná itt a MB2-ben egy 13 vagy egy 10 gólos csatárt, nem hogy kettőt belőle. Sőt, hát még az élvonalban is mutatja, hogy Zsidai Ádám kollégám is abszolút igaza van. Mert az ND1-ben is ritka, mint a Fehér Holló. 13 fordulat, valaki ennyi gólt lő. Hajdú fejeli ki. Barcsai. Imrik. Mihály Dávid most kint a jobb szélen. Gyergényi szerelt. Domján próbálta betenni a lábát a labdába, hogy irányt változtasson, és a tegek is zavart okozzon, de nem sikerült. Szabadítottak a fejérmezések. 55. perc, Nakvita FC Csákvár Vasas 0-4. Ez kint volt már, sőt, le sem volt, Remili. Szabadrúgás kifelé. Gajdos harcol nagyot a védőjével, szabálytalan volt. Reklet. Beleteszi a lábát Hajdú. Dobhat a Vasas. A szép, jó meglátás volt. Mennyhárt. Ambrus. Berec veszi le. Hoppá, Berec csúszik el, és labdát lehet szerezni ezzel. Gajdos menne, de ketten is ott vannak, összezárnak előtte. Gál. Mennyhárt. Ott bizony szabálytalankodtak. Dullóval szemben szabadrúgás. Ugye a következő forduló majd az Akvitál FC Csákvár. Az a Balmazújvároshoz látogat jövő héten, amely még nyeretlen a bajnokságban is sereghajtó, tehát gyakorlatilag az egyik bajnok aspiráns után játszik a sereghajtóval. Hát ott mindenféleképpen nincs rá jogszó, ki kell vágni a rezet, ott nagyot kell alkotni, nyerni kell, be kell gyűjteni a 3 pontot, mert az egy olyan meccs lesz, ahol kötelező a győzelem egy olyan csapatnak, amely szeretne bent maradni. Közvetlen rivális az ellenfél, Szabó betöltött ki közben. És hát majd az utolsó idei meccsen, hazai pályán, hiszen hazai pályán búcsúzik a bajnokságtól, az őszi szezontól
Vakita Lefci, az Ajka lesz az ellenfél, amely szintén ott van a csákváriak előtt, a látó körében 3 pont jelen pillanatban a különbség. Az Ajka majd Cegléden játszik, tehát ott valamelyik csapat biztos, hogy még megfogható távolságon belül marad a csákváriaknak. Fontos meccsek jönnek. Ez a találkozó, azt hiszem, nem kérdés, hogy elment az első fél idő után, hiszen a Vasas 4-0-ra vezetett a szünetben, ennyi most is az állás az 58. percben, és már úgymond a becsületért kell küzdeni. Szép kötény, Imrik oktatta a fiatal Berecet egy kis rutinnal. És passzába lép még beleszöglet. Amrus, megint csak egy kis szöglet. Mihály Dávid csavarja be, kifejeli ott középen az egyik védő. Dulló megérte, Tamás volt az, aki előbb tisztázott. Dobhatnak a hazaiak. Belülik a kapu elé, gól! Na hát ez kiről ment be. Elsuhantott a labda. Talán Imrik volt az. Igen, Imriknek gratulálnak a társak, hát akkor Imriké volt. Vele pacsiznak a többiek. Akkor ezek szerint Gajdos. Imrik lőtte be, akkor a kapu elé, és Gajdos volt az, aki hozzáért. Ott a labdaszerzés közben. Az megint egy lövőhelyzet! Mihály. Na, megélénkült a meccs, és összejött áll Istennek a szépítő gól is legalább. Akkor ezek szerint Gajdos a gólszerző. Imrik lőtte be, és ő ért hozzá. A harmadik gólja ebben a szezonban Gajdosnak. Barcsaita elpattant. Mihály Dávid. Ott hagyja labát Ambrusnak, jó volt a becsúszás. 4-4, akkor legalább tényleg ez a becsületből összejött Imrik. Barcsai. Imrik ki a szélre, Gajdos, oda nyúlnak. Itt most már szabadulni kellene valahogy, így is van. Kocsis. Hajdú. Hajdú lövi be, ezt ki bólintják, viszont Kocsis még megmentheti, meg is menti, aztán el is lövi, úha, az, hogy csapódott le. 62. perc, no, jó tett ez a gól. Gyönyörűen csapódott le a labda. Szabó. Barcsait kereste, de nem volt pontos. Preklet. Csináljuk már, Jani, kiabálás. Ez grúztól jött és lázoknak szólt. Mihály fordul le, most egy picit nem tudott szabadulni a labdától, visszafújják. Imrik.
Ambrus szerez labdát. Ambrus beközépre, Gajdos előre elfejelik, és aztán kiemelik, és les volt már közben, úgyhogy szabadrúgás kifelé, Berec passzolhatja vissza a labdát. 63. perc, Akvital FC Csákvárvasas 1-4, 0-4 után sikerült Gajdos révén szépítenie a hazai csapatnak. Nem oda szánta Imrik, de Ambrus harcossága majd labdaszerzést ért. Ferenci nagyon messze megint a védők tőle. Na most már sikerül megszeríteni a labdát, sötét. Hajdú. Sötét. Belefejelnek, de így is jó, sőt talán így lesz jó Gajdosnak. Ő Tamás az, aki kipasszolja előle. Gajdos. Ez jó meglátás. Ambrusnak fejelik le. Ambrus megpróbálja megelőzni a védőjét, meg is teszi. És 11-es, 11-es büntetőt harcol ki Ambrus, aki összehozott egy büntetőt a másik oldalon. 65. perc. Hát ha 5 percenként dug egy gólt a Csákvár, akkor még meg lehet, de le is kell lőni persze ezt a 11-est. Azt mutatja ott a Vasas játékos, hogy kint történt a szabálytalanság, de a játékvezető úgy látom hajthatatlan. Igen, büntető lesz. Imrik már le is készítette a labdát. 65, hát nincs hiány eseményekben, no. Hermány még hörpint egyet a kulacsból. Imrik löveti a büntetőt, és közben lesz egy sárga lap is. És piros, piros! Hát még izgalmas lesz a vége. A kiállított játékos pedig Görgényi. Nem, Görgényi. Az egyetlen sárga lapos az egész mezőnyben, aki a 30. percben kapta még a... Igen, a 30. percben kapta a sárgát. Emberelőnybe kerül az Akvitál FC, és hiába reklamálnak a Vasas játékosok. No. Görgényi most kezd lesétálni, aztán most már elrángatja onnan a játékos társakat Ferenci, hogy fejezzék be a reklamálást. Hát azért a rutinot kiütközött Ferenc érezte, hogy itt már minden létező húrt megpendítettek, érzelmi és mindenféle szálon a játékvezetőnél hajthatatlan maradt, itt már nem érdemes. Imrik, ez be kell lőni, és akkor egy fél-fél idő marad. Nem mondom mire, most már mondom az egyenlítésre. Imrik nagyon szépen elküldte a kapust, Hermány el is vetődött, Imrik pedig bepasszolja, aki egy gól után, egy gólpassz után egy gólt is jegyez most már. Volt egy remekbe szabott gólpassz, Imriknek most pedig értékesíti a büntetőt a cserejátékos. 2-4. Én azt mondom, hogy eldőlt ez a meccs, lehet, hogy eldőlt egyébként, és maradt 2-4, de hogy izgalmas, 24 perc, hosszabbítással együtt 27-28 perc elé nézünk, az biztos. És most lesz érdekes találkozó, mert emberhátrányban van a Vasas, viszont kettővel vezet, így a Csákvárnak mindenképpen kockázatot kell vállalnia, majd nem várhat, nem halogathatja azt, hogy menjen előre és támadjon. Érdekes kis összecsapás lesz, ez taktikai szempontból is, tehát nem csak abból a szempontból, hogy ki tud mondjuk gólt rúgni, mert az akár szerencsével is sikerülhet egyik vagy másik oldalon, sokkal érdekesebb lesz majd az, hogy esetleg ki változtat a felálláson, ki milyen típusú játékot mer felvállalni.
mennyire mer kijönni a Csákvár, mennyire próbál kontrázni majd a Vasas, hogy mennyire próbálnak inkább őrizni az eredményt, biztonságra törekedni, érdekes kis dolgok lesznek ebből. Lázok. Lázokat szerelik, és nem volt még kint, mehet tovább, Barcsai szerezte meg, csak egy picit hosszú labdát ad Domjánnak. Dulló. Gajdos jó a labda, átvétel nem pattant el tőle. Az de szép! Az de szép! Még mindig ott a helyzet! Ezt nem fújja be? Ezt nem fújja be. Barcsai került helyzet, de gyönyörű volt az a passz Mihálytól. Mihály középre, ott a lövés, mit fogott a kapus? Barcsai, micsoda lövés volt! És még mindig ott az meg kéz volt! És kifele? Hú, mi van itt, kérem szépen, milyen meccs ez? És lehet cserélni közben. Hát ott alsó hangon a kettőből egyet be lehetett volna fújni simán. Mihály Dávid kap sárgát reklamálásért, közben cserélni fog a Vasas. Hajdú Norbert jön majd a vendégeknél. Lázok helyére jön Hajdú a 70. percben. Hát itt, hogyha ezt befújja a játékvezető, hogy befújhatott volna egész nyugodtan, amikor 10 perc alatt ledolgozott volna 3 gólt, vagy ledolgozhatott volna, persze megint gondolom be kell lőni a 11-est. Körülbelül a Vasas 19-esen Lázok János jött le, és 5-ösen Hajdú Norbert folytatta a játékot. Dobhat a csákvári csapat, egyértelműen kicsit jobb szó, szóval extázisba kerültek a hazaiak, na most darálni kell ezt így tovább, itt már olyan édes mindegy, hogy most rúgnak-e még egyet, vagy nem, Barcsai. Kirúgják. Hajdú. Hajdú indul el. Hajdú. A kapu fölött megy el. Hermány nem fog sietni. Még egy cseréje van, a Vasasnak melegít is valaki, úgyhogy véletlenül kihasználják. A harmadikat is. Még egy van Csákvári oldalon is egy változtatási lehetőség. Az nem volt jó most, Hajdú rossz helyre, Berecki a szélre. Hajdú megtalálja Remili Mohamed be középre. Ember hátrányban 2-5, ahelyett, hogy 3-4 lenne Ferenci a gólszerző. 3 gól és egy kiharcolt 11-es után ad egy gólpaszt, és reméli, hogy teljes legyen a repertoár. 2-5 ezzel. Gólog a 13-as számmal játszó Ferenci István. És pláne most értékelődik föl, az a 2 perccel korábban meg nem adott 11-es. Hát, lehet, hogy tényleg akkor eldőlt ez a meccs. Most nem is erőlteti már annyira a cserét rögtön a Vasas. Szép kontrát vezetett a Vasas, és itt a válasz nem adta föl a Vasas ember hátrányban a támadások lehetőségét. Gajdos. Mihály lába elő szépen elhúzta ott Grúz. Remili, egyetlenül a meccsembere. Hajdú nem is megy ki a labda, szépen fejelte el Barcsai. Mihály Dávid kapott a lábára egyet, szabadrúgás. Kocsis. Barcsai bevetődnek elé, dobás lesz. Gajdos jön ki a szélre a labdáért. 73. perc. 2-5
vezet a Vasas. És akkor most lesz csere majd a vendégeknél. Gajdos, a szép Hajdu. El lehet azt lőni, Imrik rákészül. Húha, kibombázta onnan az egyik Vasas játékost elég rendesen, de már is talpon. Tamás azt rendesen megkapta. Szegény. És kemény fából faragták, látszik, mert már is talpon van. És Polényi jön majd a Vasasba, utolsó csereként. Az rossz passzot, nem jön senki. És akkor most lehet majd cserélni, 74. perc. Igen, nagyon lelkesen mutatja a tartalék játékvezető táblát, csak nem világít, tehát fogalmunk sincs, hogy ki jön le. Ferenci megy le. Na, két gólos Ferenci hagyja el tehát a pályát. Értékesített egy büntetőt Ferenci aztán. 2-4-nél, amikor kezdett egy kicsit meleg lenni a Pite a Vasas számára, akkor a megnyugtató 5. gólt is, illetve a második gólját is megszerezte, összességében az volt a Vasas 5. találata. És Polényi Gábor a helyén a folytatásban. Dulló. Mihály Dávid. Hát ezt most miért fújta vissza a bíró? Mihály. Hajdu dobhat újra. Mihály Dávid. Próbálja tovább tenni, ezt lepattam. Jó, nem is most nézem, és Polin jött be végül, Nagy Tamás. Hajdu. Dulló. Imrik. Most már csak három védővel játszik a Zakitál FC, Ambrus az, aki felhúzódott középpályára a szélen, és Imrik az, aki vissza-vissza lépeget a középpályáról besegíteni, ha kell. Most éppen nem ő, hanem Barcsai jött hátra labdáért. Kocsis Gábor. Hajdu. Mihály Dávid. Ott van még mindig ott van Domján, nincs helye, hogy beforduljon. Opa, az lecsúszott Imriknek. Lefogjuk fel passzként, amit Ambrusnak tett ki a szélre. Ambrus azt kifejelik. Hát elég magas az a beadás. Kocsis Gábor volt ott nagy csatában. Gajdos. Domjánról pattal le. És figyelni kell hátra is, hogy azért most már lehet, hogy ne kapjon gólt a Csákvár. Az jó. Dulló indul el. Dulló a belépő a támadásba. Dulló. Egyel tovább, ott a helyzet, jön ki a kapus, de jó ütemben jött ki a kapus, és Deles is volt közben. De sem volt Gajdos. Szépen akarta csinálni Dullóit, most egy picit talán önzőbb is lehetett volna, ezt mondja Domján is neki, hogy ezt el kell lőni. Onnan már megvolt a lendülete, látszott, hogy jó ütemben viszi a labdát. Le kell vállalni. Talán, hogy azért egy kicsit kiszorított helyzetben is volt Gajdos, és hogy átvette már jött is a kapus, arról nem is beszélve, hogy lesen is át. A 78. perc, Akvitál FC Csákvár Vasas 2-5. Csak az első fél időt tudnánk feledni, hogy a 4-0 volt a Vasasnak, egyértelműen jobbak voltak a vendégek egy Remili Mohameddel. Ilyen pillanatban három gólnál, egy kiharcolt 11-esnél és egy gólpassznál jár. Szép cserével fordul le Nagy Tamás, és dobja ki Berecnek a labdát. Berec.
megpattan, hozzáérnek Remili. Teli belőtte. A védőt viszont ez így helyzet, megköszönhetik ezt most a hazaiak. Menyhárt durrantotta fölé, és jön az utolsó csere a hazaiaknál. 10-16-os, Mihály Dávid helyére jön Nyilasi Bálint. Kerülünk Mihály Dávid jönne, 10-16-osan Nyilasi Bálint folytatja a játékot. Úgy játszik a pár kicsit! Sőt, fele annyira már jó van! Kocsis! Imrik, Kocsis, Hajdú. Gajdos pörgeti tovább, de vissza már nem jut hozzá, mert belelépett a paszba Preklet. Dobás. Gajdos fordul le. Gajdos be is tudja adni, de nem pontosan, elhagyja a labda a játékteret, kirúgás. Egyetlenül a második fél idő kulcs időszaka egyetlenül a 60. és a 71. perc között volt. Ez a 11 perc igencsak mozgalmas a sikeredet, hiszen a 60. percben szépített alakvitál FC illet 1-4, aztán a 65. percben kiharcolt egy 11-est, és egy kiállítás is volt ott a Vasasnál. Imrik ráadásul belőtte a büntetőt, 2-4, 5 perc alatt, a 69. percben gyakorlatilag 30 másodperc leforgás alatt két büntetőt is remélhetett a Lakvitál FC, de hát egyet sem kapott, és két percre rá pedig betalált a vendégcsapat Ferenc révén, a 71-ben is így alakult ki a mostani 2-5. Egy sajnos ott kulcs fontosságú pillanatban nem 3-4 lett az állás, hanem 2-5, és hát ez egyértelműen kellemes és megnyitató helyzetbe hozta a fővárosiakat. Grusz teszi hátra egész a kapusig, Gajdos most ér oda, nem is vágja előre Hermány. Nagy. Növő helyzet felé. Szomszéd pályán landol. 81. perc. Szabó. Nem vezettek, ugyod már! Andrus előre, Gajdos próbálja zavarni a védőt, de sokkal jobb pozícióban volt Tamás. Nagy Tamást rángatták meg, szabad rúgás a fehéreknek. Nem fogják elkapkodni nyilvánvalóan Hajdú. Ez egyetlenül lerántás volt, ezt se a partjelző, se a játékvezető nem látta. Hát ez hogy? Mert ez nagyon érdekes, hogy mindenki látta, csak a játékvezető nem. Egyetlenül lerántás volt. Hajdú kanalazott oda, és sikerült tisztázni is. Sötét fejelte el. Dulló. Grúz vissza. A kié lesz. Kocsis fejelte el végül. Hát itt most már elég kellemes labda. Aja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 j
Szilárd. Lövőhelyzet. Ú, mekkora gól.
gólszerző Nagy Tamás 2-6. Ez nagy hiba volt, levette sötét a labdát a Vasas játékosának, és ezt Nagy Tamás köszönte szépen. Kihasználta, nagy gólt rúgott, és bizony ebben úgy érzem Szabó Kapus is benne volt 83. percben. Hazai pályán a 6 kapott gól bizony sok, pláne úgy, hogy hátrányba rúgott a Vasas. Imrik. Gajdos. Gajdos be, ott van Nyilasi! Ezért sem fújja, ezért a visszalátásért sem fújja a játékvezető. Egy képesztő meccs egyébként maga helyzeteivel. Ez a lövés elmegy kapuját keresztbe. Ú, de mérges Remili. Nem lesz mester négyese. Legalábbis most még nem. Még van 6 perce. Hogy lehet így bedobni? Nehogy erre meg befújja. Nem, mert ez nem az. Ez egyértelmű esés volt. Szabadrúgás kifelé. Remélyeként Nyilasit bántották ott a Vasas kapuja előtt. Ott van Gajdos! Hát rosszul veszi át Gajdos, 85. perc. Barcsai. Hajdu. Visszafele mozgott most. Gajdos, nem volt jó neki a passz. Jó nyúlt oda Nyilasi, de nem ő dobhat. Őt rángatták meg az előbb, ő fejelt ott. Gajdos kapott egyet a lábára. Kocsis. Barcsai. Az erdőben kötött ki. 87. perc, Akvitel FC Csákvár, Vasas 2-6. A feljutásért hajtó fővárosiak nyerni fognak a bennmaradásért küzdő csákváriak ellen. És ebben azt hiszem nincsen még meglepetés, tehát nem egy totógyilkos meccsről beszélünk azért. De hát sajnos azért az a 6 gól, az nagyon-nagyon sok, az a kapott gól. Az első fél idő azért volt sok, mert 4-et kapott a Csákvár, a második fél idő meg azért, mert 2-t kapott ember előnyben, hiszen most is ember előnyben van a hazai csapat, csak sajnos ez nem mindig látszik. És most lehet érezni, mennyire hiányzik ebből a csapatból bizony ez a nagy munkabírású Bakos Szabolcs, aki azért rengeteget dolgozik, rengeteg labdát szerez és jól is osztogatja őket. A sérülés miatt nincs itt, és bizony ez a fiatal csapatban kellenek az ilyen rutinos láncszemek, akik fontos pillanatokban tudnak nyugalmat sugározni a fiatalok felé. Kocsis. Én nagyon szurkoltam, hogy meglegyen a becsületgól, és hát annál több is meg lett majdnem. Hiszen 2-4-nél egy elmaradt 11-est bizony számon kérhetnek a csákváriak a játékvezetőtől. Aztán jött az 5. gól, az ott már
egy kicsit megtörte a lendületet. Dulló. Damján, sötét. Ambrus, ezt már nem lehet befutni. Az elmúlt két percben éreztem először azt a meccset, hogy most már mind a két csapat azt várja, hogy lefújják ezt a meccset. Vasas elérte, amit akart. Gyűjtött három fontos pontot. Csákvárják pedig, azt hiszem, ki futballozták belőlük, amik ma bennük volt. Amit tudtak, megtettek, ez most erre volt elég. Imrik, Domján, Gajdos, Gajdos egyből be, teszi középre, Lapusért. Hermány ödeli magához. Kicsit dolgozik a hátam mögött levő vasos szurkolótábornak is, a látványos földreborulással. Imrik. Barcsai. Még egy perc van. Rendes játékidőből legalábbis biztosan lesz hosszabbítás is. Majd tette ki oldalra. Dobhat a vasas. A következő fordulóban a Sereghajtó Balmazújváros vendége lesz az Akvitál FC Csákvár, meg az utolsó őszi körben a szintén a bennmaradásért hajtó Ajka lesz a vendég. Azon a két meccsen kellene 6 pontot hozni, mert az a legfontosabb. Dulló volt szabálytalan, az kétségtelen tény, kap egy sárgát, de hangja meg volt rendesen. És közben lejár a rendes játékidő. Mindjárt azt is megtudjuk, mennyi lesz a hosszabbítás. 2 perc ráadás lesz. Hajdú a labda mögött a 91. percben. Hajdú talán az utolsó megmozdulása meccsen kezezést reklamál. Mert tovább. Imrik emeli ki. Gajdos. Grúz lépett be elé, és tette haza Hermánynak. Hermány. Próbáltott megzavarni Nyilasi, majdnem csak sikerült is. Preklet. Preklet teszi be középre. Kiemelt a sötét, ez pedig viszont Hajdú már nem tudja befutni, dobás lesz. Nagyon sok már nincs hátra, nyert át a Vasas és szerez 3 pontot. A 6 kapott gól sajnos egyértelműen sok hazai pályát. De hát ne felejtsük el, egy Brazília nevű labdarúgó válogatott 7-1-re kapott ki otthon. Ráadásul egy világbajnoki elődöntőben előfordul egy ilyen eredmény minden csapat életében, ha nem jön össze úgy a lépés. El kell felejteni, túl kell lépni rajta, menni tovább, mert két nagyon fontos meccs vár még az Akvitál FC Csákvára itt az őszi szezonban. És azok bizony meghatározóak lesznek majd az alsóház alakulásának szempontjából. A Balmazújváros ellen idegenbeli meccs, illetve majd az őszi szezonzáró 2 hét múlva pénteken itt Csákváron, amikor is az Ajka látogat ide. Mai napon sajnos a védekezésben kevés pozitívumot láthattunk, ezek hozták ezt a végeredményt. Kedves nézőink, Zsidia Demokrator Falgár nevén is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a végeredményen búcsúzó Németh Zoltánt hallották. Akvitál FC Csákvár, Vasas 2-6, viszontlátásra!